De azt látom, gratulálok, a te termed azért most is sokan vannak, jó kedvűek, mosolyognak, jó látni, egyébként nem beszéltük le előre, tehát hogyha ha rosszat látnék is, megmondanám, hidd el, de hogy jó látni, hogy mindenkihez van egy szavad, hogy milyen jól edzett, látszik az, hogy neked fontos, hogy itt folyamatos fejlődések vannak. Ez jellemző egyébként a szegediekre, hogy így ünnepekkor nem állnak le, vagy ez már tulajdonképpen bekönyvelhetjük, hogy ti tudatosan készültök erre, hogy folyamatosan, egészségesen éljenek, edzenek. Mi itt Szegeden azt tapasztaljuk, hogy most decemberben is nagy a kedv arra, hogy edzenek az emberek, bár sokan készülnek a karácsonyra, de hát úgy látszik, hogy egyre többen egészségtudatosan teszik ezt, hát nem fognak leállni. Aki sportol, az ünnepek alatt is szeretne sportolni, azt tapasztaljuk. Nagyon helyes, közben feljöttünk egy exkluzív helyre, na itt én még nem jártam, tehát a Szeged 365 olvasóit megint bevisszük egy újabb helyre. Itt látok egy kis szaunát, ugye? Jól látom? Az igen, egy infraszauna. Itt szaladt ki. Egy infraszauna, kis pihenővel, erre mehetünk tovább. Hát jó, nagy ez is, én azt hittem, ez egy kicsit kisebb. És itt van akkor két tusoló rész. Ez miért fontos egyébként a szauna, hogyha esetleg valaki nem tudná, de azért ez is jellemző, hogy szeretik az emberek. Így van, így van. Egy fitness teremben nagyon jó, hogyha van egy ilyen kikapcsolódó hely, ahol ténylegesen el tudnak lazulni, bár az edzés is segít ebben, de a tényleges ellazulás azért a szaunában történik, amikor feljönnek és csak egy kellemes időtöltésben pihennek. A szauna jótékony hatása is rengeteg, az érrendszertől kezdve méregtelenít, illetve azért stresszoldó hatása is. Az meg nagyon fontos így az ünnepekkor is. És hogy látod, mennyire népszerű ez a szauna most a téli időszakban? Újra elindult az embereknél, mert sajnos azt kell, hogy mondjuk azért a vírusos, tehát a Covid, a pandémia azért lepauszol, csomó mindent megállított. Most az emberek szeretik, tehát ahhoz már nincs ilyen félelem, azt tapasztaljuk, tehát most télen ténylegesen a szauna az, ami ahol ténylegesen ki tudnak kapcsolódni az emberek. Tehát már nem igazán van olyan, hogy akkor nem mennek be az emberek a szaunába, mert ott több ember található. Egyre népszerűbb, azt tapasztaljuk. Jó. És hát a tél az igazán a szaunázás ideje. Nyáron azt tapasztaltuk, hogy nem olyan sokan, de télen rengetegen használják a szaunánkat. Körülbelül meddig van egyébként szauna időszak? Tehát hőmérsékletfüggő, de nagyjából március, április az, amikor alá? Hát igen, olyan április, május, ahogy elkezd melegedni, akkor már kint sütetik magukat az emberek. Ez talán a napsütés helyett az egyik legjobb kikapcsolódás. Üzleti kérdésem is van, mert biztos vagyok benne, hogy a Szeged365.hu olvasó nézőit is érdekli, hogy bérlettel külön kell váltani szaunai jegyet, vagy bejövök és jöhetek, vagy ez hogy működik nálatok? Nálunk minden bérlethez, minden szolgáltatás hozzátartozik, tehát nem kell egyetlen nem kell kiszámolgatni. Váltani. Így van, úgy, mint a szaunát, a játszóházunkat, a konditermi részt és a csoportos órát egyetlen egy bérlettel használhatják a vendégek. Ez talán azért különleges, ilyen nem olyan sűrű van még csak Magyarországon sem, hogy mindent használhatnak. Amikor mi megnyitottuk a termet, az volt a célunk, hogy egy olyan termet nyissunk, ahol nem kell korlátoznunk a vendégeket, és a szolgáltatásunk talán ezért mondható prémiumnak, mert minden benne van a termünkben, olyan all inclusive jelleget ad neki. Ez kedves egyébként.